Mint Gyöngyösi sajtótájékoztatóján Korózs Lajos elmondta, devizahitel ügyben 140 ezer család lehet bajban, de a kormány intézkedései szerint nem igazán segítenek rajtuk. Az Ócsai lakóparkkal, a végtörlesztéssel, a hitellel bírók töredéke élhetett, a magáncsőd intézményét 171-en használták ki, a nemzeti eszközkezelő résztvevőinek 90%-a még a csökkentett részleteket sem tudja törleszteni, és a forintosítással is átverték az embereket a bankok. A kormánynál tehát nincs valódi segítő javaslat ez ügyben, hangoztatta a szocialista párt elnökségi tagja, aki az egész helyzetet az első Orbán kormányra hárította. Annak idején ugye a pénzintézetek előszeretettel ajánlották a deviza alapú hitelezést a klienseknek, mert hogy az első Orbán kormány intézkedése révén meglehetősen komoly állami garanciák voltak és kamattámogatások, főleg az ingatlanvásárlás irányába, és bizony a bankok elkövették véleményem szerint azt a hibát, hogy olyan embereknek és olyan családoknak is hiteleztek, akit egyébként, hogyha nem lett volna mögötte ez a kormányzati kamattámogatás, bizony kétszer is meggondolták volna. Korózs Lajos viszont 2002 és 2010 között szociális területen államtitkároskodott, rálátott a folyamatokra tehát a szocialista kormányzatban. Akkori kormány is sokkal hatékonyabban nyúlhatott volna olyan eszközökhöz, amelyhez egyébként bátrabban nyúlt hozzá az Orbán kormány. Ilyenkor a pénzügyminisztérium nem kérdezi meg mondjuk a szociális államtitkárát a kormánynak? Egy ilyen helyzetben? Mint szociális államtitkár jelezte, hogy ebből lesz probléma. Ők akkor azt mondták, hogy az árfolyam politikával ez a probléma kezelhető. A második és harmadik Orbán kormány egyes intézkedéseit viszont méltatta az MSZP politikusa. Én nem vitatom azt, hogy itt minden kormánynak van felelőssége. Egy percig sem mondtam, hogy mindenki mondjuk a mi kormányunk makulátlan volt ebben, mert igenis a felvilágosító munkában valószínűleg lehetett volna sokkal hatékonyabban is részt venni. A másik, hogy ugyan a bankadót, mint intézményt mi vezettük be annak idején, de az Orbánék sokkal keményebben és határozottabban nyúltak hozzá. Ott lehetett volna még srófolni véleményem szerint is a bankokon annak idején, és azt a pénzt belerakni abba az alapba, amit most javaslatként teszünk meg. Hisz György, Gyöngyös polgármestere pedig azt szorgalmazta, hogy hasznosítsák az önkormányzatok az üresen álló ingatlanokat, ez helyben tartaná a fiatalokat és lejjebb vinni a cégek miatt magasra törő ingatlanárakat is.